köszöntöm a kedves nézőket a mai bűn és baleset megelőzési magazinműsünk alkalmával. Mai vendégem dr. Mosonyi Gábor, aki már korábban is volt, és igen fontos témáról beszélgettünk, a számítógépek használatáról, védelméről, tehát ő egy webszakértő. Azért gondoltam, hogy ismételten foglalkozunk ezzel a témával, mert nagyon-nagyon sokan kerültek bajba, az utóbbi időben a számítógépük használatát, illetve titkosítását, illetően. Tisztelettel köszöntelek. Gábor, ennyi bevezető után vágjunk a közepébe. Igen. Hogy áll most a helyzet, mert egyre többen panaszkodnak arra, hogy meghekkelik. Én nem értek hozzá, azért mondom, hogy a rossz kifejezéseket használni. Nem tökéletes, hát nem túl jól. A helyzet az az, hogy ő... Gyakorlatilag ez egy ilyen szocializációs folyamat is, hiszen felnőtt az a generáció, akik beleszületek ebbe a számítógép használatba. Ugyanakkor előtte nem volt erre megelőző időszak felkészülni, tehát gyakorlatilag egy fiatal, aki magáról könnyedén megoszt információkat, például a Facebookon keresztül, azok az információk később nem biztos, hogy jó hatással lesznek az ő különböző. Ö, akár karrier, akár más ö, irányú tevékenységei szempontjából. Tehát például a kokáért, Amerikában is volt egy képviselő, aki fiatal korában mindenféle bulizós képeket feltöltött, majd később, amikor képviselőként indult, ezeket használták fel ellene, és gyakorlatilag lemondatták. Tehát vannak olyan információk, amiket a felhasználók saját magukról adnak ki, és, ö, és ezeket nagyon könnyen felhasználhatják ellenük. Szintén Amerikában történt meg, <kül> hogy egy újságíró kamu Facebook profilt hozott létre magának, és több fiatalkorú lánynak elkezdett írogatni. 12, 15, 14 éves lányokról Lézus van szó. Jézus Isten! És az borzasztó, hogy fiatalok. így van, ettől egyik mindegyik lány elment a találkozóra, amit a, a kamu létrehozott újságíró kért tőlük. A szülők be voltak avatva, de ez is be tudta mutatni, hogy gyakorlatilag nagyon könnyen befolyásolni lehet valakit, és nagyon könnyen áldozatává válhat akármilyen bűncselekménynek, vagy akár nem ilyen erőszaknak. Tehát akkor végsősoron az újságíró be akarta mutatni, hogy milyen veszélyeknek van kitéve, és ezért a kedves szülőket is bevonta, hogy engedje, hogy a lánya. Tudtak róla, de egyébként a kislány nyilván nem mondta el ezt otthon, sőt, megvárta, hogy a szülei lefeküdjenek aludni, és akkor ment el erre a találkozóra. Uh -huh. Hát azért veszélyes, mert a csalások meg a bűncselekmények szempontjából Magyarországon is nagyon gyakori példa volt, hogy a fiatalok valamilyen szinten önérvényesítést akarnak, tehát van egyfajta exhibicionizmus bennük, ez minden emberben nyilván benne van. Valaminek látszódni akarnak az interneten, Facebookon keresztül bármit meg tudnak osztani. Volt olyan fiatal gyerek, aki 12 éves létére összeszedett egy csomó ilyen informatikai eszközt, amit otthon talált, iPad, számítógépek, stb. egyéb ilyen márkás eszközök majd lefotózta és felrakta az internetre. Onnantól kezdve nem volt könnyű kitalálni, hogy ez melyik családhoz tartozik, ki az, látszott, hogy gazdagok, nyilván ilyen eszközöket azért nem engedhet meg akárki, nagyon könnyen egy betörés áldozatává válhatnak. Nem beszélve arról, hogy rengeteg egyéb olyan információt is megoszt, akár GPS lokációkat, hogy hol helyezkedik el, hol van. Tehát pár információ morzsa összerakása egy olyan profilt lehet alkotni, amin keresztül nagyon könnyen el lehet jutni valakihez, és meg lehet károsítani. És a naív nem gondol erre, hogy egy szakembernek két adat maximum elég ahhoz, hogy öt tönkre Nem gondolnak, sőt az emberekben ez egy alapvető tulajdonság, hogy ő azt hiszik. Tehát az a baj, hogy az interneten nem ceruzával, hanem tollal írnak. Tehát, hogyha valaki oda valamit felrak, azt onnantól kezdve, még hogyha úgy gondolja, hogy letörölte, akkor se törölte le, az már kikerült. Most ezeknek az adatoknak a kezelésével nagyon vigyázni kellene, de erre nem gondol senki. Ráadásul ugye az Y generáció, akik ugye 80-tól 94-ig, tehát ez az időintervallum között születtek, azok ebben nőttek fel, és ezeket elkezdték használni a szüleik. Nem tudják úgy használni, hogy a digitális bevándorlók, ők meg a digitális benszülöttek, akik már használják ezeket az eszközöket. Uh -huh, uh -huh. És gyakorlatilag semmiféle. Mivel nem ért őket atrocitás, ezért nem tudják, hogy mit lehet és mit nem, nagyon könnyen kiadnak maguk olyan információkat, amiket egyébként nem lenne szabad. Tehát ebben nagyon gyakori példa az, hogy hogy nem használnak elég kellő adatbeállításokat olyan szempontból, hogy védjék a saját információikat, ezért akármilyen külső szemlélődő látja azt, hogy miket kedvel, miket szeret, gyakorlatilag nagyon könnyen egy profilt létrehoznak a célpontról, és innentől kezdve nagyon könnyen meg lehet károsítani, akár a bizalmába lehet férkőzni. Rengeteg példa van erre. Uh -huh. Magyar példáid vannak? Vannak, hát több olyan eset is volt, amikor amikor fiatalkorúakat céloztak meg, akár egyéb bűncselekmények szempontjából, tehát vagy nem erőszak, véget, hmm. vagy pedig anyagi károkozás szempontjából. Sőt, olyan is van, hogy gazdasági vezetőket céloznak meg. Egész egyszerűen úgy, hogy valaki, aki valamilyen kapcsolatba kerül vele, utána nyomoz az interneten, látról a különböző információkat szeret golfozni. Látja a baráti körét, hiszen Facebookon bejelöl mindenki mindenkit. Oh, megosztják, hogy hol nyaraltak, hogy hol voltak. És gyakorlatilag olyan szinten tud alkalmazkodni az ő életviteléhez, amivel már szimpátiát vált ki belőle. tehát. Könnyedén a, a bizalmával tud férkőzni. csalja magyarul. Így van. <laughs> Tehát ennek a, ez az eszköz gyakorlatilag kiváló arra, hogy valakinek a bizalmával lehessen férkőzni, és egy komolyabb csalást el lehessen mondjuk végezni. De Amerikában volt szintén olyan eset, ahol egy hölgy, depressziós volt, ezt az orvosa is megállapította, és egy olyan utasítást adott neki, hogy utazzon el külföldre, mert a környezetváltás az jót tenne. Betegszabadságot szabadságot vett ki, ugyanakkor Facebookon meg megosztotta a nyaralós fotókat. A munkavállaló pedig azonai hatállal kirúgta, mert azt mondta, hogy beteg szabadságot vett ki, de mit keres... Miért nyaral? Pedig jogosan ment egyébként, mert ez orvosi utasítás volt, tehát hogy nagyon könnyen adhat félreértésre ö, okot is egyébként Igen, a közösségben. Tiszta lapokkal játszani, nem utólag magyarázkodni, hogy mit, miért tette. Így van. Ö, és a másik nagyon sarkalatos pontja ennek, hogy a az emberek most már egy ilyen csavar történt, tehát hogy nem azt az imást akarja mutatni, amit ő elképzel magáról, hanem egy olyan imást, amit mások elvárhatnak tőle. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy olyan anyagi háttérre rendelkező ember, akinek nincs meg a, a fedezete, sokszor olyan életet mutat be, ami egyébként nem valós, akár barátokon keresztül, akár kapcsolataink keresztül, tehát gyakorlatilag nincs meg az a gazdasági háttere ahhoz, amit ő amilyen képet próbál mutatni magáról, és ez szintén rengeteg félértésre adhat okot. Hiszen ezeket az oldalakat azért ne legyünk naivak, nézik a hatóságok is, akár a um, NAV is, hogyha úgy vesszük, és joggatáti és egy elnézést tudom az önbevallása szerint, ebbe, erre hogy telik, miközben a Facebookon olyan képek jelennek meg. Most eléggé sarkítottam, de gyakorlatilag erről de van hát szó. De hát kell nincs. nem sumákolnunk kell itt, azért hoztuk be műsorba ezt a témát, mert napi gond. Így van. Napi gond. Így van. Olvasni a sajtóba is, hogy egyes fiatalok visznek, veszik ezt az egész dolgot, és a lezserű kezelik, de mikor bajba kerülnek, akkor van a problémájuk. Így van, és sokszor azt gondolják, hogy egy-egy információnak a megosztása nem okozhat különösebb gondot egy kép, de hogy Ezeknek az összessége az, ami egyébként egy komoly problémát tud okozni, mert ebből már tényleg kirajzolódik egy olyan adathalmaz, amit sok mindenre fel lehet használni. Tehát jóra-rosszra, uh -huh. nyilván ugye nekünk a rossztól kell tartani ilyen szempontból. Uh -huh. És ahogy ugye fejlődik a technika, tehát a, a fotó megosztás, az Instagram, Facebook, gyakorlatilag minden eseményt megosztunk, egyre több és több információt adunk meg. Régebben, amikor nem voltak ilyenek, akkor a, a verbális kommunikációban 30%-ban beszélt magáról az ember az internettel, a Facebookkal ez már 80%-ra nőtt. Tehát magunkról rengeteg információt adunk meg, amit ugye mindenki arra használ fel, amire akar. És ő nem mondhatja azt, hogy elnézés ezek az adatok személyes adatok, hiszen amikor a Facebook felhasználási feltételeit elfogadja, tehát regisztrált, ő elfogadta azt is, hogy ezek az adatok nyilvánosak lehetnek, kereshetőek, mások is megláthatják, vagy láthatják. Tehát ezért nehéz ez ilyen szempontból. Milyen lehetőség van arra, hogy védekezzünk? Hát idáig beszéltünk a problémákról, de valahogy a kisember is próbáljon védekezni. Hát ez mindig egyfajta tudatosságot kell, hogy feltételezzen. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként ez iskolában is valamilyen szinten fel kell hívni a, a gyerekek figyelmét, hiszen már a Z generáció, akik. 95-től 2009 között születtek. Már ők is az első hullámuk most kerül a munkaerőpiacra, tehát ők most már lassan a gazdaság élet szereplő válnak. Ezáltal ugye nagyon fontos lenne, hogy tudják azt, hogy mi az, amit lehet, és mit nem. Tehát akár, hogyha valaki ne osszon meg magáról annyira benfentes információkat, hiszen egy álláskeresésnél ezeket lecsekkolják, megnézik, és lehet, hogy rossz irányba um, fordítja a el, 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 Így el, van. El, tehát ez egy tudatos nevelésnek kellene, hogy lennie, és mindenféleképpen a Facebook adatvédelmi beállításait figyelemmel kéne kísérni, tehát hogy minél kevesebb információt láthassanak az idegenek, és ne jelölgessünk be akárkit, tehát hogy főként ismerősök, hiszen nagyon sok olyan ember van, aki bárkit visszajelöl, hiszen láthatóvá válik, hogy hány ismerőse van, és ez egyfajta szintén exhibicionista nézőpont, hogy hogy minél több ismerőse legyen, ilyenek is vannak. Aha. Hogy mutassam hogy nem ilyen milyen van, Igen, gyakorlatilag nem egy ilyen embert ismerek én, és, és gyakorlatilag ezek ilyen ismerős vadászok. A lényeg az, hogy minél több ismerős legyen, csak ebben nem gondol bele, hogy ezáltal rengeteg olyan illetéktelen is láthatja az ő adatait, amire, amit lehet, hogy nem szeretne. Tehát, hogy erre nagyon sokan nem készülnek fel, és nem is gondolnak. Nyilván akkor már nehéz ezt orvosolni, amikor kialakult egy probléma. És nem tudhatni, hogy ez mikorra alakul ki, hiszen ha változik a társadalmi, a szociális környezete, tehát akár új munkát vált, vagy valamilyen másféle élethelyzetbe kerül, lehet, hogy akkor üt be, tehát hogy erre nem lehet ilyen szempontból felkészülni, csak úgy, hogyha én tudatosan kezelem ezeket az adatokat, és vigyázok rájuk, és nem osztom meg akárkivel. Említetted egy mondattal ezelőtt, hogy Tudatos nevelés. Ki adja ezt a nevelést? Van -e erre valami szervezet? Mert mondjuk a szülőktől nem lehet elvárni. Mert nem is értenek hozzá. Ma már a, a óvodás gyerekek is így pötyögnek a számító. a Igen, okos pontosan telefonon ez, a, is. ez a helyzet, hogy ugye... Én nem, látom, nem látom annak a, a lehetőségét, hogy ki az a kompetens személy, egy respektábeli személy, aki biztosítani tudja azt, hogy az a fiatal ne kerüljön bajba. Én azt gondolom, hogy ugye valóban, ahogy ön is mondta, tehát történt egy ilyen szocializációs folyamat, megfordult, tehát most már a digitális benszülöttek azok a gyerekek, akik ebben nőttek fel, ők tanítják a, a szüleiket. Tehát, hogy megfordult a tanítási folyamat, hiszen a, a gyerekek tanítják az idősebbeket, a számítógép használatára, tehát nincs, akitől ők komolyabb információt e, tudnak szerezni. Én azt gondolom, hogy információs kommunikációs szakembereket valahogy be kéne integrálni a rendszerbe, akár iskolai szinten, és időközönként erről egyfajta oktatást tartani, hogy felhívják a figyelmüket, akár ilyen gyakorlati példák. Egy osztályfőnök óra keretén belül, nem? Akár, vagy lehetne egy külön óra is, hiszen ez annyira elterjedt, és annyira, annyira szerteágazó, és annyira ebbe az irányba mutat a jövő is, vagy a, vagy a vektorok ebbe az irányba mutatnak, hogy ebbe mindenféleképpen érdemes investálni, hiszen ez része az ember életének. Hát ott van az okostelefon a kezünkben, egyfolytában pötyögünk rajta, egy használjuk, és elkerülhetetlen. Tehát most már az egyetemeken is, meg gimnáziumban is vannak Facebook csoportok, ahol információt ad mondjuk a tanár az anyaggal kapcsolatban, tehát nem lehet azt mondani, hogy én akkor kizárom magamat ebből, és nem használom. Tehát ez nem megoldás, hanem okosan kell tudni használni. Épp ezért én azt gondolom, hogy iskolai szinten erre fel kell hívni a figyelmet, és folyamatosan kell oktatni a gyerekeket. Hát nem háttan a véleményem szerint, hogyha össztársadalmi szinten valami úton-módon szakembereket ide bevezetnének, hogy azok a gyerekek lássák azt, hogy valóban ez egy oltári nagy veszélye jár. Igen, Aki és ez csak, a, bocsánat, ez csak egy apró része a történetnek, hiszen egy Facebook felhasználatnál azt, hogy én magamról mit osztok meg, az egy dolog. De rengeteg vírus is terjed ezeken az oldalkon keresztül, és sokszor ugye egy ismerős üzenetét olvasom el, amiben tartom az egy vírusos üzenetet, vagy egy linket, amire azért kattintok rá, mert egy ismerős küldte, és nem is gondolkozom, hogy miért küldhetett ilyet. Azáltal, hogy én ezekre rákattintok, vagy elfogadom, vagy megtekintem azt az oldalt, valamilyen vírust letölt a számítógépem, ami utána már egyéb információkat szolgáltat ki, ne ne egy zombi hálózatnak lesz a tagja, amivel aztán az különböző... Mi? A zombi hálózat az egyébként több számítógépnek a, az összessége, amit mondjuk egy hacker vezérlése vagy irányítása alá kerül ezekkel a hálózatokkal tudnak gyakorlatilag weboldalakat, szolgáltatásokat elérhetetlenné tenni. És ez egyébként napi szinten történik. Tehát nem régen, pár hónappal ezelőtt volt egy nagy amerikai leállás, ahol nagyon sok szolgáltatónak az oldala egész egyszerűen lehalt, mert történt egy ilyen úgynevezett DDoS, az a Daniel of Service támadás, amivel a szervereket elérhetetlenné tették. És sokszor maguk a felhasználók nem tudják, hogy az ő saját számítógép egy ilyen zombi hálózatnak a tagja, ami egyébként ugye mondom bűncselekmények részesévé válhat. Akarata Ez ellenére? Akarata ellenére, így van. Hogy lehet védekezni? Hát a egy szinte minél inkább azzal, hogy friss operációs rendszer tartunk a gépen, és használunk valamiféle antivírust, amit napra készen tartunk, de hát mindig a leggyengébb lánc az maga a felhasználó. Tehát, hogyha ő nem kattint bizonyos dolgokra, meg hogyha ő nem használ bizonyos dolgokat, akkor azért ezeket ki lehet védeni, ahogy beszéltük, egyfajta egészség, egy szkepticizmus kell hozzá, másrészt pedig egyfajta oktatás vagy tanítás, hogy azért óvatosan kezeljék ezeket az információkat, adatokat, és óvatosan böngészenek az interneten. Előbb ellentettél egy szót, hekker. Igen hallani mostanában a sajtóban, hogy meghekkelték a kormánynak a, a ódalait, egyéb helyeket, fontosabb személyeket, ezt, ezt egyáltalán ki lehet védeni? Ki lehet védeni? Nyilvánvalóan nincs százszázalékosan biztos rendszer, tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha lenne két ház. Az egyikben van riasztó és kamerás rendszer, meg egy betörésbiztos ajtó, a másikon meg csak egy betörésbiztos ajtó. A rablók oda fognak betörni, ahol csak betörésbiztos ajtó van, mert, mert az könnyebb. Tehát mindent meg lehet támadni, meg hekkelni, de mindig azt választják, ova könnyebb betörni, és itt mutatnék vissza arra a részre, amikor az emberek megadnak magukról rengeteg információt, mert ezáltal lehet, hogy ki tudják találni a jelszavát. Nagyon egyszerű példa. Megtörtént eset Magyarországon, valakinek az e-mail címét akarták feltörni. Az e-mail címnél van egy olyan, hogy jelszó emlékeztető a hacker, aki nem számítógépes tudásával, hanem egy úgynevezett brute force technikával, tehát hogy kitalálja, mi a jelszó, ezt úgy csinálta meg, hogy rákattintott a jelszó emlékeztetőre. A jelszó emlékeztetőben a hölgy leírta, hogy a régi autójának a márkája. Hát innentől kezdve nem volt kitalálni, nem volt nehéz kitalálni, mert a hölgynek a nevét tudta, Facebookon rákeresett, illetve még Ivi volt akkor, Ivivel rákeresett, és nézegette a fotóit, és látta, hogy a kocsi előtt le van fotózva. Tehát gyakorlatilag pár lépésből beazonosította, hogy mi volt a régi autója, mi volt a márkája, már fel is tudta törni az e-mail címét. Tehát ugye beszélünk ezekről a hacker támadások, amik azért történhetnek meg, mert adatainkat nem megfelelően kezeljük, könnyen elérhetővé tesszük. A másik, amikor ugye Valamilyenféle biztonsági részt használnak ki a hackerek, és úgy támadnak meg akár egy kormánynak a szerverét, akár a, a weboldalokat. Tehát ennek az eléggé széles spektruma van. Uh -huh. Védekezni úgy lehet igazából, hogy ahogy előbb is említettem, nagyon komolyan veszük ezeket az adatvédelmi irányelveket, másrészt pedig komoly szakmai szakembereket alkalmazunk, etikus hekkereket, ezeknek van képzésük is gyakorlatilag, akik ezeket a rendszereket átvizsgálják, és felhívják a figyelmet a sebezhetőségre azokra a részekre, ahol mondjuk egy hekker be tud jutni a rendszerbe. Tehát egy magánszemély, aki szeret ezzel foglalkozni, be tudja magát biztosítatni a hekkerek ellen? Be, hát ő nyilván annyit kell költeni a biztonságra, amennyire azokat az adatok érnek. Tehát, hogy nyilván egy magánember nem fog egy etikus hekkert felbérelni, hiszen annak óriási költségei vannak. Egy magánembernek nyilván érdemes a valakitől tanácsot kérni, aki ért hozzá, sok ilyen szakértő van azért az interneten, illetve, ahogy említettem, naprakész kész antivírus meg operációs rendszert használ, hogy a maga a saját kis számítógépes rendszere azért védve legyen, de a leges, leges legfontosabb az, hogy saját magáról adatokat ne nagyon tároljon, vagy biztonságos formában. Tehát például hogy a bankkártyadatokat azért nem illik egy szöveges fájban tárolni a számítógépen, az bármikor könnyen meg tudják szerezni, és innentől kezdve az ő bankszámlája felett tudnak rendelkezni. Nagyon bonyolult és nagyon veszélyes játék. Csak az nem véletlen bevezetőben is mondtam, hogy nem véletlen kételek meg erre, hogy foglalkozunk, mert Magán magánszemélyek is panaszkodnak arra, hogy meghekkelték őket. Mondjuk én nem értek hozzá, ezért nem is nagyon tudok hozzászólni, de de akkor van benne valami valóság, ugye? Még Abszolút. a kis embereket is meghekkelik. Így van, tehát sőt, vannak hekkel uh, csoportok, akiknek a kis emberek a fő célpontjuk, hiszen vannak az úgynevezett zsaroló vírusok. Ezeket úgy kell képzelni, hogy valaki számítógépen ször, között mondjuk az interneten, és letöltött véletlenül, vagy, vagy, bejutott a rendszerbe egy ilyen zsaroló vírus, az annyit tesz, hogy a fájait titkosítja, nem tud hozzáférni, majd elhelyeznek egy ilyen ö, szöveges állományt a számítógépen, amit megnyit a és benne le van írva, hogy ennyi és ennyi pénzt ide és ide utaljon, és hogyha ez megtörtént, akkor utána elérhetővé teszik az ő fájait. <há> és nem egyszer, sőt, nagyon gyakran előfordul ilyen, és fizetnek is, és valóban utána elérhetőek lesznek a fájlok. Akkor Tehát, örökké e így van, tehát egyébként erre a Nemzeti Kibervédelmi Intézet is felhívta már a figyelmet ezekre a zsaroló vírusokra, és ezt is szintén csak úgy lehet kizárni, hogyha napra készen tartjuk a számítógépünket és antivírust is használunk, azért ezzel ö, nagyban megnehezítjük az ilyen zsaroló vírusoknak a bejutását a számítógépbe. Ágában nagyon szépen köszönöm ezt a részletes tájékoztatást, de azt hiszem az év folyamán még, ha lehetőséget biztosítasz rá, Szeretnék vele találkozni itt, és a kedves nézőket még továbbiakban, még jobban felvilágosítani, ne váljanak bűncselekmény áldozataival. Köszönöm, köszönöm szépen. Kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Remélem az itt elhangzott fontos információkat megfogadják, és ennek szellemébe folytatják a számítógépezést. Viszontlátásra!